Foglaljatok helyet. Isten hozott. Élvezzétek ezt a csodálatos vasárnapot. Jövő hét a leülés, tehát most kell kiülni, napozni. De még most figyeljetek. Nyissátok ki a lelki csatornáitokat Isten felé. Egy pár bejelenteni valót elmondanék gyorsan, hogy utána a lelki részre rátérhessünk. Ugye nagyon közeleg a férfi konferencia, remélem férfiak jelentkeztetek. Hogyha sikerült ez a jelentkezés, akkor kérlek szóljátok, mondjátok el, hogy jöttök, mert az autókat próbáljuk összeszervezni. Közeleg a női konferencia, erről kapott mindenki e-mailt, aki feliratkozott a hírlevél listára. Erre is kérlek jelentkezzetek, és beszéljetek Sárival a részletekről. A harmadik meg, hogy úgy tudom, hogy a kivetítésből most az első dal lesz kivetítve, a többit meg majd tudnotok kell énekelni anélkül. Szóval ez így... Nem technikai gondunk van, így terveztük. Ugye, így terveztük, majdnem, de nem. Szóval, de kihasználjuk jóra, hogy az ember ne nyitott szemmel énekeljen, hanem csukja be a szemét, és énekeljen Istennek. Na, fiat, szeretnék imádkozni, odaadni ezt a reggelt az Úrnak, és ne felejtsétek el, hogy az úrvacsora asztala ott van készen, és az Úr meghívott minket az ő asztalához minden alkalommal, amikor összegyűlünk. Ő vár minket. Mennyi atyán, köszönjük, hogy adtad ezt a reggelt. Köszönjük, hogy nem függ a mi veled való kapcsolatunk technikai dolgoktól, a körülményektől, hanem nyitva áll a te kegyelmed trónjának ajtaja, és mehetünk akadálytalanul. Volt akadály, Uram, de köszönöm, hogy te azokat mind elmozdítottad, hogy meghaltál a bűneinkért, megtisztítottál minket, és ezért ma oda mehetünk hozzád. Kapcsolatban lehetünk veled. És én imádkozom, hogy ez a ma reggel valóban egy találkozás legyen mindannyiunk számára. Legyenek azok kicsik vagy nagyok, fiatalok vagy idősek. Uram, szeretnénk találkozni veled, és szükségünk van rád. Uram, hol lennénk nélküled? És köszönöm, Uram, hogy neked gondod van ránk, és törődsz velünk. És micsoda az ember, Uram, hogy egyenként figyelsz ránk. Te a mindenható Isten, neked gondod van minden egyes életre, aki ma itt van. Minden apró gondunkról, terhünkről tudsz. És Uram, ez bizalmat szül bennünk irántad, hogy hozzád kiáltsunk, hogy hozzád jöjjünk, hogy veled járjunk. Szóval kérlek, áld meg ezt a reggelt, és áld meg a dicsőítést, Uram, hogy valóban neked zengjenek ezek a dalok, hogy téged tudjunk ünnepelni. És elfeledkezünk minden körülményről, amiről most csak elvinni a figyelmünket. Szeretnénk rád figyelni. Jézus nevében kértem. Ámen. Dicsérjük az Urat. Uram szent,
rád tekintek, és szeretlek, minden napon, hogy ott te vagy az Úr, és a nagy király, amit eladom, amit készítem, te vagy Immanuel, hatalmas Isten, a békesség Ura, megfeszített bárány, megmentő Isten vagy, kegyelmes végtelen, uralkodsz örökké, az ég is fölöttele, te vagy Alfa, Omega, a kezdet és vég, te vagy a Messias, megmentő barátkívét, te vagy a megváltó, és az életem ti. Te vagy a megváltó, és az életem ti. Fenséges Úr, Istenből emberré lettél. Eljöttél, életre keltettél. Vakságból fénybe emeltél. Csodálat, teljes szívvel,
szívemben tűz forró láng, láng, láng. És én meghajtom előtted térdemet, irgalmad rám zúdul elfedett. Szívemben tűz forró láng, 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 örök szerelme. Hatalmas nevet kimondom, Jézus, minden szív és gondolat felett, mert jelenlétedből békesség áram, hívlak Jézus. Hatalmas sötét függőség felett, mert van remény és van teljes szabadság. Land.
ráncokat törv szét, szökik az ágyú fénye előtt. A neved élet, a neved gyógyít, neved erőt. Ráncokat az árnyék fénye előtt. Hatalmas nevet kimondom, Jézus, minden szív és gondolat felett, mert jelenlétedből békesség áram. Hívlak, a gyenge szó, erős vagyok, mert az Úr szellemem megerősített engem, és a szegény felkel. Ügységem az Úr, benne gazdaggá lettem. Higgyem most újra az alá, a tűz, mely mindent eléget, Jézusé. A mennyel együtt hirdetem, te vagy a Szent. Szeretünk téged, imádunk, Úrunk. Te vagy Istenünk, napunk és pajzsunk. Hadd ragyogjon szent néped, mint fényes mennyasszony, ahogyan megálmodtad, hogy nemzetünk megismerjen, tékozló fiúként hozzád visszaérkezz. Jön most újra az a láng, a tűz, mely mindent eléget, Jézusé. A mennyel együtt hirdetem, te vagy a Úrunk.
Hagyd nekem többet magadból, még többet.
adj nekem többet magadból, még többet. Olyan vagy te, mint egy igaz barát, tudod jól a szívünk gondolatát, Uram, és kérjük, hogy adj magadból még többet nekünk, akárha betegségben vagyunk, akárha támadás alatt vagyunk, akár bármilyen nehézségben vagyunk, Uram, emelj ki minket, és add te magadat hozzá és hozzánk. Nyisd meg a mi szívünket, és add, hogy a mi kérdéseinket neked tehessük meg, hiszen te meg tudod őket válaszolni, Uram. Elküldted a te igédet, a te tanításodat, elküldted a te fiadat a keresztfára, azért, hogy megszabadíts bennünket, Uram. És ez ma is igaz, és ma is itt van. Bárhol vagyunk mi, Uram, te szabadító Isten vagy. Köszönöm, hogy hozzád léphetünk. A te kapuid nyitva vannak előttünk a mai napon is. Jézus nevében. Amen. Na, szép jó reggelt azoknak, akik a dicsőítés közben érkeztek meg. Három dolgot szeretnék még elmondani. Egyik egy következő hétvégi esemény, egy nagy takarítás, ami a Gyüli épületét érinti. Április 21-én Emese küldött nekem egy e-mailt, amit már múlt héten át kellett volna küldenem nektek, de elfelejtettem, szóval majd igyekszem ma kiküldeni. Szóval jövő hét vasárnap, aki ebben szívesen részt vesz, azt maradjon az alkalom után, és ebédről a Gyüli fog gondoskodni azoknak, akik maradnak, és nagyon hálásak vagyunk, értetek, hogy kitakarítatok. A másik dolog, amit szerettem volna mondani, hogy úgy kezdtem az alkalmat, hogy nem lesz kivetítés. Hát látjátok, hogy a Karcsi itt a harcok harcát megharcolta, és megoldotta, és tapsoljuk meg a Karcsit, kérlek. A technikai csapat, Karcsi, Dávid és Blanka, általában akkor veszük észre, hogy ők dolgoznak, ha valami nem megy jól. És ez szerintem egy tök hálátlan szerepkör, viszont nagyon hálásak vagyunk, értetek, hogy teszitek a dolgotokat. Ugyanegyébként a takarító csapat is ilyen. Nem látjuk őket, csak azt veszük észre, hogy milyen tiszta a helység, értetek, és nagyon hálásak vagyunk. Kérlek, tapsoljunk. És a harmadik dolog, amit szerettem volna bejelenteni, az mindjárt eszembe jut. Akinek nincs esze, legyen ott esze. Pillanat. Nem. Majd akkor az... Nem, fontos volt. Nem, azt mondtam. Csodába. Nézzetek oda. Szóval, lapozzatok kérlek a Máté 9-hez. Nem jut eszembe. Szóval... Innen folytatjuk az ige tanulmányozását, és a Máté evangéliumánál nagyon fontos tudni, hogy miért íródott. De egyébként a legtöbb könyvet célszerű úgy olvasni, hogy az ember kicsit megnézi, hogy hol íródott, kinek íródott, miért íródott. A Máté evangéliuma azzal a céllal íródott, hogy Jézust bemutassa nekünk, mint királyt. Nem véletlen, hogy négy evangélium van a Bibliában, négy különböző szempontból mutatja be Jézust. Ez, amivel most foglalkozunk, erre fókuszál. Jézus a király. Erről szólt az első négy fejezet, hogy bemutassa nekünk Jézus személyét. Utána olvastuk az 5., 6., 7. fejezetben a hegyi beszédet, ami Jézusnak egy nagy beszéde volt az ő országáról, hogy hogyan működik az. És most, ahogy elkezdtük a 8. fejezetet, meg most ma a 9. leszünk, itt láttunk Jézustól 10 csodatételt. Mert Jézus nem csak beszédeket akar tartani, ő nem politikusnak jött, hanem megmutatja, hogy amiről ő beszél, ahhoz van ereje megvalósítani. És ez szerintem fontos látnunk a saját életünkben, hogy amiről Jézus szólt, és az igében olvassuk a szavait, ahhoz van ereje a saját életünkben azt véghez vinni.
A 8. fejezetben láttuk, hogy Jézus szolgált a leprások felé, szolgált asszonyok felé, szolgált pogányok felé. És ezek voltak azok az emberek, akik abban a korban a legkivetettebbek voltak, a zsidók által legmegvetettebb emberek. De Jézus lehajolt hozzájuk. Láttuk, hogy Jézus szolgált azok felé, akik zúgolódtak, felfordult az életük, és viharban voltak. Emlékeztek, hogy a szavaival hogy csendesítette le a vihart? Hát ma megnézzük a 10 csodából a hátralévő részt, itt a 9. fejezetben, de előtte imádkozzunk. Mennyi atyám, én nagyon hálás vagyok, hogy benned van erő, hogy benned van hatalom. És látjuk, hogy ez a világ hullik szét, és olyan dolgok inognak meg, amik eddig stabilan álltak. De Uram, te ezt előre mondtad, hogy minden megrendül az idők végén. Csak egyedül a te országod, nem? A te beszédeid állnak szilárdan. És bölcs az az ember, aki te rád építi a házát. Imádkozunk, Uram, hogy egyenként mindannyian te rád tudjunk állni ma a kősziklára, ami nem inog meg. És a te szavadba bízzunk, ami nem rendül meg. És gyülekezetként is, Uram, hogy tudjunk együtt munkálni veled, az az imánk. Kérlek, küld a lelkedet, és szólj a lelked által hozzánk. Jézus nevében kérünk. Ámen. Jézus hajóra szállva átkelt, és elment a maga városába. Emlékeztek, hogy a gadaraiak földjén járt Jézus, átkelt a galileai tengeren, amikor volt ez a vihar, és most visszajön. És amikor azt olvassuk, hogy a maga városába ment, az nem Betlehemet jelenti, nem Názáretet jelenti, hanem ezekben az években az ő szolgálati központja Kapernaum. Ott a galileai tenger mentén. Ebbe a városba tér vissza, és nézzétek, mi történik. És íme odavitték hozzá egy bénát, aki ágyban feküdt. Amikor Jézus látta hitüket, így szólt a bénához. Bízzál, fiam, megbocsájtattak a te bűneid. Jézus bement egy házba és tanított. Más evangéliumokból egy kicsit több részletet tudunk. Tele volt a ház emberekkel, akik mind Jézusra voltak kíváncsiak. És annyira sok ember gyűlt össze, hogy már nem fért volna be oda senki más. Viszont volt 4 ember, 4 barát, akik egy béna társukat hozták ágyon, és mindenképpen Jézus elé akarták juttatni. Tudták, hogy az a küldetés, hogy ennek az embernek, akit hozunk, találkoznia kell Jézussal. Jézusra van szüksége. Nekem nagyon tetszik ez a 4 ember. Bár a nevüket nem tudjuk, de azt tudjuk, hogy annyira elszántak voltak, hogy amikor odaértek a házhoz, és látták, hogy itt nincs esély a ház ajtaján bemenni, fölmentek a ház tetejére, és megbontották a ház tetejét. Mert minden áron oda akarták juttatni. Nekik aznap ez volt a küldetésük. A barátjuknak találkozni kell Jézussal. Én nagyon remélem, hogy én egy ilyen baráttá tudok válni mások számára, aki ennyire elszántan törődik másokkal, aki ennyire magára tudja venni másoknak a szükségeit, aki fontosnak érzi. És ebben a mai világban ez kihívás, mert sokkal könnyebb beállni a sorba, és így legyinteni a szükségekre, hiszen annyi szükség van. Nekem is vannak. Most miért törődjek máséval? De azt gondolom, hogy az Úr nem ilyen. És minket sem akar, hogy közönösek legyünk, hanem hogy együtt érezzünk, hogy törődjünk, hogy odavigyünk embereket Jézushoz. És legyen ez egy küldetés, aminek ára is van, de megtesszük. Oda akarták vinni Jézushoz, és várták, hogy valamit tenni fog. Valamiben nagyon biztosak voltak szerintem. Nem tudták, hogy mi fog történni, de az biztos volt, hogy Jézus nem fogja őket elutasítani. Sokszor van az, hogy az ember őrlődik egy ügyben, és kérdezi magától, hogy hát ha Isten szeret, ha ő velem van, akkor miért történik ez? Miért történik valami nehézség? Észrevetted, hogy a nehézségeknél nincs jobb mód arra, hogy valami Istenhez toljon minket? Tehát én semmi más nem tud olyan hatékonyan odavinni minket Jézushoz, mint egy nehézség. És amikor nehézségben vagyunk, akkor úgy vagyunk, hogy na ez hiányzott. A hátam közepére nem kívánom, de azok a kincsek, amit ezekben a nehézségekben Jézushoz menve szerzünk és kapunk, azok pótolhatatlanok. Amikor eljuttat valami a megtörtségig, és őszintén, nem a gyűliben, nem a dicsétés közben, nem mások miatt, hanem csak az Úr előtt azt mondjuk, hogy Uram, neked rád van, nekem rád van szükségem. Ott találjuk magunkat előtte. Amikor ez a találkozás zajlik, tehát ezt a fiatalembert
leengedik Jézus elé, akkor éppen Jézus tanít. Tele van a ház, hallgatják, és leeresztik ezt az embert Jézus elé, Jézus rámosolyog, és meg azt mondja itt az igében, olvasjuk, hogy bízzál, fiam, megbocsájtattak a bűneid. Remek. Hát ez fantasztikus. Vajon mit szólhatott ez a négy barát? Azt gondolom, hogy alapvetően nem emiatt hozták a barátjukat. Nem ezt a mondatot akarták hallani, hanem hogy jóan, fiam, legyen a te hited szerint, kelj fel és járj. Vedd az ágyadat és menj haza. Valami ilyesmit akartak hallani. Lehet, egy kicsit még csalódottak is voltak. Mi az, hogy megbocsájtattak a bűneid? Sokkal inkább gyógyulj meg, és indulj. Ha belegondoltok ennek az embernek, aki bénán feküdt az ágyban, ha őszinték vagyunk, akkor tudjuk, hogy a legnagyobb szüksége, ha is sorrendben lennének állítva a problémája, a legnagyobb szüksége, ami a lista tetején volt, az ő lelki szüksége. Persze lehet, hogy előkelő helyen szerepelt volna az, hogy nem tud mozdulni, hogy béna, hogy szükségben van, hogy mások számára kiszolgáltatott, de az első helye az volt, hogy rendezett kapcsolatban éljen Istennel, és ez mindannyiunknak a listájának a tetején van. És Jézus meglátja ezt az embert, és azt mondja, hogy megbocsájtattak a bűneid. És azt mondja Dávid, a Róma 4-ben idézi Pál ezt a Zsoltárt, ahol Dávid ír erről a dologról, hogy boldog, akinek a bűnei megbocsájtattak. Áldott az az ember, akinek az Isten nem tulajdonít bűnt. Én nagyon hálás vagyok ezért, hogy Jézus látta az én legnagyobb szükségemet. De lehet, hogy ez a négy barát csalódott. Hát Jézus, nem emiatt jöttünk. Korai igehirdetők egyébként, amikor erről az igerészről beszéltek, akkor valahogy összekapcsolták ennek az embernek az állapotát egy valamiféle szexuális tisztátalansággal. Nem tudom, hogy honnan vették, lehet, hogy volt valami plusz információjuk. De voltak olyan betegségek akkor, amik ilyen úton terjedtek, és bénaságot okoztak. Ez az ember nyaktól lefelé nem tudott mozdulni. Ma is vannak olyan emberek, akik úgy érzik, hogy a dolgaik, ami miatt tesznek, alkalmatlanná teszik őket, hogy oda menjenek Jézushoz. Nem tudnak oda menni maguk. Én nem mehetek oda Jézushoz, én bűnös ember vagyok, túl sok dolgot követtem el. De látod, hogy ebben a történetben az a különleges, hogy ezt az embert vitték. Oda vitték Jézushoz. Én nem tudom, hogy valaha van-e olyan megtérés történet, bármelyikünké, amiből kihagyható lenne másnak az imája. Hogy más valaki imádkozott, hogy mi megtérhessünk. Én a családomban vissza tudom fejteni most már, évtizedek után, hogy volt valaki, aki értünk imádkozott. Sáriért, értem, a gyerekekért. És ez az ima beérik, amikor valaki visz egy másik embert Jézushoz. De most, ha itt vagy hívőként, akkor te jössz. Akkor te fogd meg annak az ágynak az egyik sarkát, és vigyél valakit Jézushoz. Így folytatódik a történet. Akkor néhányan az írástudók közül így szóltak magukban, Isten káromló. Jézus pedig, mivel ismerte gondolataikat, ezt mondta, miért gondoltok gonosz szívetekben? Ugyan mi könnyebb azt mondani, hogy megbocsájtattak a te bűneid, vagy ezt mondani, kelj fel és járj. Na, vajon melyik a könnyebb? A fizikai gyógyulást elvégezni, ami Jézusnak csak egy szavába került, vagy azt mondani, hogy megbocsájtattak a bűneid, ami Jézusnak a keresztbe került. De azt mondja, hogy lássátok, hogy Jézusnak van hatalma, az Istennek van hatalma bűnöket megbocsájtani, itt úgy fogalmaz az ember fiának, ezért azt mondta, kelj fel és járj. Egy aprócska dolgot vegyél észre, hogy ezek az emberek ott csak gondolatban mondták ki magukban. Hogy tehet ilyet? Isten káromló. És amikor Jézus rájuk nézett, akkor tudta, hogy mi van bennük. Ez egy kicsit ijesztő gondolat is, hogy amikor Jézus ránk néz, akkor pontosan tudja, hogy itt mi zajlik. És az a kihívás, hogy Jézusnak ne csak a felszínen akarjunk megfelelni, hanem oda bent. Ehhez a szívünknek kell változni, meg a gondolatainak. Melyik könnyebb? Mert Jézus tudta, hogy mire gondolnak, a fizikai vagy a lelki. És ezért meggyógyította a testét is, és nem csak a lelkét. Már egy kicsit beszéltünk erről múlt alkalommal, hogy kapcsolat van a vétek, a bűn és a betegség között, és egy picit még hadd beszéljek erről.
Nem minden betegség kapcsolható össze bűnnel. És erre, ezzel óvatosnak kell lennünk, de van olyan betegség, ami összekapcsolható, ami bűn tettnek a következménye. Ezért mondja Jakab az ő levelében, hogy valljátok meg egymásnak bűneiteket, imádkozzatok egymásért, hogy meggyógyuljatok. Tehát ott van egy lelki ok, és egy lelki gyógyulás. Tehát, hogyha van valamelyik ötökségben betegség, nem kell mindig összekapcsolni, ez biztos azért van, mert vétkeztem, nem. De hogyha a Szentlélek megmutatja, hogy azért lehet, mert valamiben tusakszol, akkor vald meg azt a bűnt Isten előtt, kérjük, hogy valaki imádkozzon, érted, mert lehet, hogy ez a gyógyulásodnak a folyamata. És vedd észre, hogy a bűn megvallása az első. Amikor Jézus látta a hitüket, ezt mondja a második vers, és még erre is ki szeretnék térni, kinek a hite okozott itt gyógyulást? Annak a négy barátnak a hite. Akit hoztak, annak a hitéről semmit nem tudunk. Kért ő bármit is Jézustól? Csak letolták a tetőn keresztül. De amikor Jézus felnézett, látta ennek a négy embernek a hitét, és azt mondta, hogy oké, akkor te ma meggyógyulsz. Emlékeztek, hogy Jézus hányszor mondta a csodatételek után, amikor valaki odajött hozzá, hogy legyen a te hited szerint. Emlékeztek erre? Na, ebben a történetben ez nem hangzik el. Most a négy barát hite miatt van. De képzeljétek, van olyan történet, ahol se a beteg embernek, se más embernek a hitére nem találunk utalást. Csak egyszerűen Isten meggyógyította őt. Mondok nektek egy példát. A János 4. evangéliumában van egy kapernaumi századosról szóló történet, aki odajön Jézushoz, kéri, hogy gyógyítsa meg az ő szolgáját, és azt mondja neki Jézus, hogy menj el, bocsánat, a fia. Azt mondja, hogy a te fiad él. Ő fogja magát, hazamegy, mert elhitte a szót. És rá, amikor hazamegy, akkor találja a gyermekét egészségesnek, és kérdezte, mikor gyógyult meg. Akkor lehetett, amikor Jézus kimondta ezt a szót. És ő hitt neki. Lapozunk, következő történet. Jézus elmegy a Betesda tavához, és találkozik egy fickóval, aki 38 éve betegen fekszik. Kérdezi, meg akarsz gyógyulni? Hát nem fog ez menni. Hát amikor fölkavarodik a víz, emlékeztek erre a sztorira. Hát akkor nulla hite van ennek a jó embernek. És azt mondja, hogy figyelj, vedd az ágyarat, kelj fel és menj. És föl kell, és megy. Hallottatok már olyan tanítást, hogy ahhoz, hogy meggyógyulj, ahhoz kell, hogy legyed hited? Ha nem gyógyulsz meg, a hiteddel van baj. Én nagyon nem szeretem az ilyen mondatokat. Igen, kell a mi hitünk, de Jézus a hit hiányában is tud cselekedni. Itt vannak a történetek. Én inkább lennék a kapernaumi százados, oké, de van olyan helyzet, amikor nincs bennem elég hit és bizalom. Nem érzem, hogy... Mi van ott? Egy szép gyík hallgatja a tanítást. Hogy emlékeztek Lázár sírjánál mi történt? Meghalt Lázár, ott volt Márta és Mária, és kinek volt ott hite? Detektálható hite az ő alapján? Senkinek. És mégis Lázár aznap kijött a sírból. Nem lehet a gyógyítást egy szépen kreált dobozba zárni. Viszont ha van benned, van másban a betegség, aki miatt imádkoznod kell, akkor te gyakorold a hitedet. Ha nincs benned, akkor is bízhatsz az Úr jó indulatában. Amikor a sokaság ezt látta, félelem fogta el őket, és dicsőítették Istent, aki ilyen hatalmat adott az embereknek. Ez nekem nagyon-nagyon-nagyon tetszik Jézusban. Amikor ő cselekedett, amikor csodát tett, akkor a mennyei atyát dicsőítették érte. Ő mondja azt, a Máté 5-ben olvastuk, hogy úgy tegyétek a ti jó cselekedeteiteket, hogy a mennyei atyát dicsérjék érte. Ő nem magának szerezte ezt a dicsőséget. Na, nézzük tovább, 9-es vers. Amikor Jézus tovább ment onnan, meglátott egy embert a vámszedő helyen ülni, akit Máténak hívtak, és így szólt hozzá, kövess engem. Itt Máté, az evangélium szerzője, leírja a saját találkozását Jézussal, a saját megtérés történetét. Ugye más helyen ezt a jó embert Lévinek hívták, ugyanaz az ember, ő egy lévita volt, aki olyan családba született, hogy minden tendencia szerint neki a templomban kellett volna szolgálni a lévitaként. Hogy miért ül egy vámszedő asztalnál, ezt nem tudjuk. Rátok bízom, hogy kreáljatok mögé egy történetet. Nem tudjuk, de ott ül egy vámszedő asztalnál, ő nem Isten szolgálja, pedig ez az elhívása.
És egy olyan szerepkörben van, ahol ő ilyen közutálatnak a tárgya. A vámszedők. Ma sem népszerűek az adószedők, de akkor... Ő egy római bérenc volt. Így gondoltak rájuk, aki beszedte az adót. Mert ugye volt egy kvóta, amit be kellett szedni egy vámszedőnek, de senki nem tudta, hogy ez mennyi. Ők meg bőven a fölött szedtek be, és megtartották a hasznot. Ezek az emberek dúsgazdagok voltak, és abból éltek, hogy kihasználják az embereket. Ilyen volt Máté. Jézus pedig, amikor meglátja, így fogalmaz az ige, Jézus meglátta őt, oda ment hozzá, és elhívta. Nem utálkozott, mint mások. Nem köpött a földre, mint más zsidó emberek, amikor elmentek egy vámszedő asztala mellett, hanem azt mondta, hogy kelj fel és kövess engem. És nagyon érdekes egyébként, hogy Máté a saját történetét írja, mert a Lukács evangéliumában, amikor Lukács számol be előre a történetről, azt mondja, hogy Máté felállt, ott hagyott mindent, és követte Jézust. Azért ez jól hangzik. De amikor Máté a sajátját írja le, ezt az önfényezést ezt kihagyja. Írhatta volna, hogy hezitálás nélkül, minden vagyonát hátrahagyva, megbánás nélkül 100%-osan követte Jézus. De csak annyit mondta, hogy megyek utánad. Jézus látott benne valamit. És nekem ez annyira tetszik. Már az előző történetben is látjuk, hogy Jézus egyszer lát minket. Átlát minden maszkon, átlátja a lelkünk legmélyebb dolgait is. És ez valahol, az előbb azt mondtam, hogy ijesztő, de valahol meg nagyon megnyugtató. Hogy ő nem a felszínt kapargatja. Ő nem egy olyan emberbe szeretett bele, akinek én mutatom magam. Ő engem szeret. Minden hibámmal együtt. Ő szeret engem. És nézzétek meg, hogy folytatódik Máté története. És történt, amikor Jézus asztalnál ült a házban, sok vámszedő és bűnös jött, és oda telepedett Jézushoz az ő tanítványaihoz. Amikor Máté így elkezdi követni Jézust, Máté meghívja Jézust az otthonába. És képzeljétek el, hogy milyen társaság verődik ott össze. Ott vannak a tanítványok, és jönnek Máténak a haverjai. Kik voltak Máté haverjai? Más vámszedők, meg bűnösök. És jönnek be az ajtón, és amikor látják ezt az írástudók, teljesen ki vannak akadva. Meglátták ezt a farizeusok, és szóltak tanítványainak, miért teszik a ti mesteretek vámszedőkkel és bűnösökkel együtt? Ez milyen érdekes, nem? Hogy volt egy kategóriájuk. Voltak a bűnösök, meg volt az alatt a vámszedők. Miért teszik Jézus bűnösökkel és vámszedőkkel együtt? Ő pedig, amikor ezt meghallotta, így szólt. Nem az egészségeseknek van szükségük orvosokra, hanem a betegeknek. Menjetek és tanuljátok meg, mit jelent ez. Irgalmasságot akarok, és nem áldozatot. Mert nem azért jöttem, hogy az igazakat hívjam, hanem a bűnösöket. Jézus elhívta a bűnösöket, hogy kövessék őt. Kik esnek ebbe a kategóriába, hogy a bűnösök? Ha az ember őszinte magához, akkor nincs kivétel, aki ebben ne esne bele. Mind vétkeztünk, mind hiával vagyunk Isten dicsőségének. Nincs igaz ember, nincs egy sem. Jézus azt mondta, hogy én olyan emberekhez jöttem, akik felismerik magukról, hogy ők betegek és nem egészségesek. Az egészségeseknek nincs szükségük orvosra. Az az ember, aki azt gondolja magáról, hogy ő egészséges, annak nincs szüksége Jézusra. De az az ember, aki beismeri, hogy beteg, az előtt nincs akadály, hogy Jézushoz menjen. Mert Jézus nem fogja elutasítani. Jöttek a vámszedők, jöttek a bűnösök, jöttek a prostituáltak, jöttek az utcaemberei, jöttek a lecsúszottak, és Jézus ott volt közöttük. És az a megdöbbentő nekem, hogy ezek az emberek jól tudták érezni magukat Jézus körül. És az is megdöbbent nekem, engem, hogy elkezdtek változni Jézus körül. Engem ez nagyon elgondolkodtat a magam élete kapcsán, vagy a gyülekezetünk kapcsán. A Jézus körül a bűnösök jól tudták érezni magukat. Vele ettek, élvezték, amikor tanított. Jézus nem kiabált velük, nem ordította le a hajukat, nem tolta le a torkukon, hogy már pedig így kéne élned, de tanította őket Isten útjára. A bűnösök nagyon szerettek Jézus körül lenni.
Nem úgy a vallásos emberek. Emlékeztek, hogy hányszor konfrontálódtak Jézussal? Ők voltak végül, akik keresztre feszítették. Most hadd kérdezzem meg tőled, magamtól, a gyülekezettől, hogy vajon mi olyan emberek, olyan közösség vagyunk, akik ezt a mintát példázzák? Kicsit aggódom, amikor látom azt, hogyha körülöttünk, inkább a vallásos emberek érzik jól magukat, és a bűnösök meg úgy vannak vele, hogy na, én erről a helyről megyek. Itt nekem csak prédikálnak, itt azt mondják, hogy kéne élnem. Húzom a csíkot. De Jézus nem így élt. Jézus nem ezt a példát mutatta. Én nagyon szeretném, hogy a mi életünk így meghívja az embereket. Mutatna egy ajtót Jézus felé. Szeretném, hogyha ezt megtanulnátok, mondja Jézus, hogy én nem áldozatot akarok, hanem irgalmasságot, együttérzést. Hogyha látsz egy embert a szükségében, akkor Jézus azt mondja, hogy legyél hozzá irgalmas. Hajolj le hozzá, törődj vele, legyél gyengéd. Remélem, amikor rám néznek a nem hívő emberek, akkor nem egy szent fazekat látnak, akik idegesítőben mindig azzal jön, hogy mit kéne csinálni, meg hogy kéne élni. Még mindig rámutat, hogy én mennyire rossz vagyok, és ő milyen jó. Én nem ilyen ember szeretnék lenni. Remélem, hogy nem csak hívők, hanem nem hívők is vannak a találkozási listáinkon, akikkel együtt tudunk lenni. És remélem, hogy élvezik a társaságunkat. Ez nem azt jelenti, hogy elfogadjuk, ahogy a bűnös ember él, de felismerjük, hogy mi is úgy élnénk Isten nélkül. És irgalom van bennünk. Nem vagyunk egy szemernyit sem jobbak. De Jézus azért volt neki kiváló társaság, mert ez volt számukra az a csatorna, ahogy fény és világosság jött az életükbe, hogy frissesség és élet érkezett hozzájuk. Jézus tisztasága vonzotta őket. Nem lehetett volna nagyobb kontraszt egy prostituált, vámszedő vagy utcaembere az életvitele és Jézus között, és mégis együtt tudtak lógni, mert Jézus tisztasága vonzotta őket. Nekem nagyon tetszik ez, amit itt Máté csinál. Meghívja Jézust, és meghívja a haverjait. Itt van az Úr, és gyertek, gyertek, találkoznatok kell vele, és ezt úgy lehetne nevezni, egy ilyen Máté buli. Mi lenne, ha tartanánk egy Máté bulit az életünkben, amikor így megmutatjuk a nem hívő családunknak, a barátainknak, a kollégáinknak az Urat, de úgy, ahogy ő csinálta, irgalommal, szelídséggel. Akkor oda mentek hozzá János tanítványai, bocsánat, és megkérdezték, miért van az, hogy mi és a farizeusok gyakran böjtölünk, a te tanítványaid viszont nem böjtölnek. Jézus ezt mondta nekik, gyászolhat-e a nász nép, amíg velük van a vőlegény? De jönnek majd napok, amikor elvétetik tőlük a vőlegény, és akkor böjtölni fognak. Senki sem tesz foltot új posztóból régi ruhára, mert a toldás tovább szakítja a ruhát. És még nagyobb lesz a szakadás. Új bort sem töltenek a régi tömlőbe, mert a tömlő szétreped, a bor is kiömlik, a tömlő is tönkre megy. Hanem új bort új tömlőbe töltenek, és akkor mindkettő megmarad. Miről beszél Jézus? Mi az a régi tömlő, régi posztó, új posztó? Ugye azt tudni kell, hogy amikor bort készítettek, ezt a bort beletöltötték egy új bőrből készült töblőbe. Mert az új bor az még mozog, úgy mondják, vagy él. És gázok fejlődtek benne, és tágult. És ha beletöltötték volna egy régi tömlőbe, ami már elvesztette a rugalmasságát, akkor szépen kifeszítette volna, és elfolyik a bor, és a tömlő is tönkre megy. De most hogy jön ez a kérdés a böjthöz? Miért nem böjtöltök ti, kérdezik. Mi meg a farizeusok tesszük. És Jézus válasza elég meglepő. Azt mondja, hogy hát most egy ünnepség zajlik. Itt van a vőlegény, de majd ha a vőlegény elvétetik, na akkor majd böjtölnek. Én erre szoktam hivatkozni egyébként, hogy miért nem böjtölök. Csak hogy Isten előtti nem állja meg a helyét, és akkor vakarhatom fel, hogy na milyen kifogást keresek, nem nagyon van. Isten böjtre hív. De nem ez a központi kérdés, hanem az, hogy arról beszél Jézus, hogy amit ő hoz, az egy új dolog. Az egy új munka. Mert Isten mindig munkálkodni akar. Új dolgokat szeretne csinálni. És az a kérdés, hogy az én életem, a mi gyülekezetünk, ez a hely be tudja fogadni azt, amit Isten akar tenni. Egy idő után a tömlő elvesztette a rugalmasságát, és
egy kiváló edény volt egy régi bor számára. Annak tökéletes. Ha észreveszed, itt Jézus nem károsztatja, hogy van jó tömlő, meg rossz tömlő, hanem van régi, és van új. Meg van régi bor, és új bor. Nem minősítette. De azt mondta, hogy ha valahova újat akarsz tölteni, oda rugalmasság kell. Oda mozgástér kell. Én nagyon kíváncsi vagyok, hogy az én életem, vagy a mi életünk, a mi gyülekezetünk alkalmas-e arra, hogy Isten új munkát végezzen itt. Mert ahhoz dolgok el kell engednem a régit, ahhoz rugalmasnak kell lennem. Isten folyamatosan újat akar csinálni, és hogyha nem tudja egy helyen megtenni, akkor keres egy másik helyet, keres egy alkalmas tömlőt rá. Emlékszem, hogy 10 évvel ezelőtt körülbelül tanítottam a Máté evangéliumát, és akkor azt mondtam, le volt írva, onnan tudom, hogy a Golgota egy friss mozgalom, és a Golgota olyan, mint egy új tömlő, ahova Isten új munkát tud tölteni. És hála Istennek, de vigyáznunk kell, hogy idővel ne váljunk régi tömlővé, mert minden mozgalom újként indul, aztán lassan bemerevedik. Most 10 év után azt kell mondjam, hogy meg kéne fordulnunk, és visszanyernünk a rugalmasságunkat, mert egy kicsit bemerevedett ez, amit Isten itt ezen a helyen el akart végezni. Most már nem olyan rugalmas. És most nem a rendszert kritizálom, hanem azt mondom, hogy a mi szívünkben muszáj azt mondani Istennek, hogy Uram, tegyél alkalmassá, hogy egy újat végezhess el. Isten új munkát akar. Nem a régit menedzselni. Egy újat. És én nagyon szeretném, hogy a mi gyűlénkre, amikor ránéz, akkor azt mondja, hogy igen, ezen a helyen ezt el akarom végezni. Bennetek ezt el akarom végezni. Miközben ezeket mondta nekik, íme egy előjáró ment hozzá, leborult előtt, és így szólt. Leányom, most halt meg, de jöjj, tedd rá a kezed, és élni fog. Jézus felkelt, és követte őt tanítványaival együtt. Az, ami most jön történet, ez 2 csoda egymásba ágyazva. És az az érdekes, hogy akárhányszor beszámol az evangélium ezekről, mindig együtt mutatja be. Tehát nem külön Jáirusznak lányát, nem külön a vérfolyásos asszony, mindig a 2 együtt. Mert ez a 2 történet össze van fűzve. Nézd meg, hogyan. És íme egy 12 éve vérfolyásos asszony odament hozzá, és hátulról megérintette ruhája szegélyét. Mert ezt mondta magában, ha csak megérintem a ruháját, meggyógyulok. Amikor Jézus megfordult, és meglátta őt, így szólt, bízzál, leányom, a te hited megtartott téged, és meggyógyult az asszony abban az órában. 2 történet egyben. Az egyik, Jairus lánya, egy 12 éves kislányról szól. 12 éves, életvidám, csivitelő kislányról, aki egy halálos betegséget kapott el. És ez az apa kétségbe esetten hívja Jézust, hogy jöjjön és gyógyítsa őt meg. Van egy másik szereplője a történetnek, egy asszony, aki 12 éve vérfolyásos betegségben szenved. Hogy véletlen lenne ez az összeesés, hogy mind a 2 történetben egy ilyen periódus van, nem annyira hiszem. Ez az asszony 12 éves sötétségben él. Azt mondja a törvény, 3 Mózes könyve, olvasd el, hogyha valaki folyásos betegségben szenved, tisztátalan. Ki volt zárva a templomból, nem mehetett emberek közösségébe, elutasították. Mennyi szorongás lehetett benne, és azt mondja az ige, hogy minden vagyonát orvosokra költötte, de nem tudtak segíteni rajta. Az egyik történet 12 év öröm, 12 év ragyogás hirtelen átfordul egy pillanat alatt. A másiknak 12 év nyomorúsága van, és egy pillanat alatt át fog fordulni, mert a történet végén meggyógyul. Megtennéd nekem, hogy fejben egy picit visszalapozol? Hogy telt neked az elmúlt 12 éved? Hogy mit mondanál, mi volt? Mi jellemezte ezt? Inkább, mint Jairus lánya, egy ragyogás, és most hirtelen átfordult. Vagy mint ez a 12 éve vérfolyásos asszony, akinek nagyon-nagyon nehéz 12 éve volt. És mind a kettőnek aznap, hogy ezekben az időkben egy nagyon nagyot fordult az élete.
melyik a tied? Nem tudom, hogy meg fog-e történni most egy nagy fordulat a te életedben, de azt mondhatom, hogy nem tudod, hogy mit hoz a holnap. Nem tudod, hogy mit fog hozni a következő óra. És az Úr igenis tehet a te életedbe valamit, amivel mindent átfordít. 12 éve szenvedett, minden vagyonát orvosokra költötte, és nem volt segítsége. Jairus, a zsinagógai előjáró, egy hirtelen tragédiával találja magát szembe. De mind a két ember történetében a jó válasz az, hogy találkozniuk kellett Jézussal. A vérfolyásos asszonynál azt olvassuk a 21. versben, mert ezt mondta magában, ha csak megérintem a ruhája szegélyét, meggyógyulok. Jézust egy nagy tömeg vette éppen körül, és ez az asszony, bár nem mehetett volna közösségbe, titokban oda verekszi magát Jézus közelébe, oda tolakszik, mert azt mondja, hogy a ruhája szegélyét meg kell érintenem. Ez egy babona volt akkor. Ezt nem lehet másnak nevezni, ez egy babona. Abban az időben egy vezetőnek, egy rabbinak volt egy bojt a ruhája végén. A törvény is beszél erről. Egy kékszínű bojt, ami így Isten rendelt, hogy a köpenye része legyen, de úgy tartották a babona szerint, hogy ha valaki megérinti egy Isten emberének a köpenyének a sarkát, akkor abból erő árad ki. Vagy ha fekete macska megy át, vagy ha létre alatt mész át, vagy ha sót dobsz a fejed fölött, beleillik ebbe a történet áradatba. Csak érintsen meg a köpenyét hátulról. Nem tudom, hogy amikor ma bejöttél a gyülibe, bejöttél az ajtón, akkor volt-e benned egy olyan vágy, hogy úgy szeretném, ha Isten megérintene engem. Emlékeztek, hogy ezért imádkoztam a dicsőítés előtt? Milyen jó az, nem? Amikor Isten így megérint a jelenlétével. De van olyan helyzet, amikor nem az van, hogy így ülsz a helyeden, és így várnod kell Jézus érintését. Valamikor nem ezt kell tenni, hanem amit ez az asszony tett, ez nagyon rámutat arra, hogy te is oda mehetsz Jézushoz. Hogy most én akarlak megérinteni téged. Nem csak várom, hogy megtörténjen velem valami, hanem lehet, hogy ennek az asszonynak nagyon babonás volt a hite, abban teljesen félre volt csúszva, amit hitt erről az egész gyógyulási folyamatról, de amikor odament, megérintette Isten fiának köpenyét. Mi lenne, ha te lennél az ma, aki így oda mész, aki oda nyomulsz Jézushoz? Átküzdöd magad a tömegen, átküzdöd magad a saját kétségeiden, a saját hitetlenségeden is, ha kell, és megérinted Jézus köpenyének a sarkát. Tudod, miért gyönyörű ebben a történetben? Hogy ennek az asszonynak tök fals volt a teológiája. És amikor odament Jézushoz, megérinti a köpenyének a sarkát, bum, abban a pillanatban meggyógyult. És Jézus nem visszafordult, hogy hát figyelj, mivel nem jó a teológiád, ezzel a gyógyulással még várjunk egy kicsit. Majd, hogyha már jobban érted a dolgokat. Olyan fura dolgokat gondolsz, így nem tudok neked segíteni. Jézus meghallja a te szíved kiáltását. Sőt, amikor most lát téged, látja a te szükségedet, és azt mondja csak, hogy kiálts hozzám. Én meghallgatom. És erős jobbommal megsegítelek. Kiálts hozzám, és megszabadulsz. Mire vársz? Miért nem mész oda? Leányom. Olyan kedvesen szól Jézus hozzá. Leányom, a hited megtartott téged. De emlékezzetek egy pillanatra, hogy ez a történet egy másik történet közepén van. Jairus odajön Jézushoz, és azt mondja, hogy Jézus, gyere, gyorsan. Az én lányom haldoklik. Oda kell érnünk. És Jézus megáll egy másik asszonnyal foglalkozni. Hát miért nem jön, hogy segítsen nekem? Már most nekem van nagy problémám. Annak, aki szenved, annak mindig Isten lassúnak tűnik. Miért nem csinálod már meg? Jézus, gyerünk! Hát mit állsz ott? Hát gyere már! Érezted már magad így? És miközben te vársz, hogy Jézus neked csináljon valamit, azt látod, hogy ő valaki mást áld meg. Ezért nagyon fontos ez a két történet egyben.
És újra mondom, miközben várod, hogy Isten a te életedben csináljon meg valakit, csináljon meg valamit, bocsánat, azt látod, hogy valaki mással foglalkozik. És tudod, miért fontos ez? Miért fontos ezt így hallanod? Mert amit most éppen más ember életében végzett munkaként látsz, az miattad is van. Mert azt látnod kell. Azt most muszáj látnod, hogy a te hited állhasson. Amit Jairus látott ennek a vérfolyásos asszonynak az életében történni, az Jairus és Jairus miatt volt fontos. Neki ezt látni kellett. Ezen a ponton Jairus igen feszült lehetett. Azt akarta volna Jézus, hogy siess, gyere gyorsan. De látnia kellett, hogy hogyan tölt be egy szükséget valaki más életében, mielőtt még odaér a saját házáig. És képzeljétek el, hogy hírt fog kapni, miközben ez a beszélgetés zajlik, a saját otthonából, hogy ne is siess most már, a te lányod meghalt. De nem csak az asszony miatt volt így, hanem Jairus miatt is. Szóval amikor azt gondolod, hogy látszólag az Úr késik, és te imádkozol, és nem látod az Urat jönni, akkor nézd körül egy kicsit magad körül. Nézd meg, hogy mit tesz Isten körülötted. Mert lehet, hogy pont akkor azzal válaszol neked. Téged erősít, és téged áld meg azzal. 23. vers. Amikor Jézus bement az előjáró házába, meglátta a furulyásokat, meg a zajongós okaságot, és így szólt. Menjetek innent, mert nem halt meg a lányka, csak alszik. Azok pedig kinevették őt. Amikor azután kiküldték onnan a sokaságot, bement, megfogta a lány kezét, mire az felkelt, és híre ment ennek az egész vidéken. Amikor Jézus megérkezik Jairus lányához, akkor már ott vannak ezek a zenészek. És tudjátok, a zsidóknál az történt, hogyha valaki meghalt egy családban, akkor felfogadtak ilyen gyászolókat. Voltak ilyen hivatásos szolgáltatásként nyújtották, és így jaj, veszékeltek. Ez volt a dolguk. Hihetetlen, nem? És ott voltak a házban, és azt mondta nekik Jézus, hogy minek csináljátok ezt? Hát ő nem halt meg, csak alszik. És kinevették. Hát, mi már megkaptuk a pénzt ezért. Hát ezért vagyunk itt, hogy szolgáltatást nyújtsunk. És Jézus kiküldi őket. Kiküldi ezeket a gúnyolódókat. Maga vele vesz három tanítványt, bemegy a lányhoz, és azt mondja neki majd, hogy kelj fel. Nagyon sokszor van jelen egy próbában ez a gúnyolódó sokaság. Emberek, akik azt fogják mondani, hogy úgyse fog sikerülni. Úgyse fogja az Úr megtenni. Sokszor ez a sokaság itt van bent. Azt mondja, Tamás, úgyse teszi meg az Úr. Hát már legalább háromszor kérted. Látod, hogy nem jön azonnal? Hát más szükségekkel foglalkozik, nem a tiéddel. Meg az ellenség is sugalmaz, hogy hídben járás, ne viccelj. Mit tesz Jézus? Kiűzi a gúnyolódókat. Kiküldi őket. Csendes időmben a Tesszalonikai levélen mentem keresztül, és volt egy rész, amit biztos már százszor elolvastam, de most először tűnt fel. És azt mondja Jézus, azt mondja Pál a tesszalonikaiaknak, én azért imádkozom, hogy méltón tudjatok élni az elhívásatokhoz, és megteljetek hitbeli cselekedetekkel. Nem tudom, ezt sose vettem észre ezt a mondást, pedig induktívon is már átnéztük százszor. A hit cselekedeteivel. Teljetek meg. Amiben a hit dominál, és nem a kétség. Ez azt jelenti, hogy nem lehetnek kétségeim? Azok vannak. De el kell őket zavarni. Ki kell őket küldeni. Amikor az ember a saját lelkének prédikál, hogy bízzál én lelkem, mert még látni fogod az Úr szabadítását. Jön a kétség. Te nem vagy összhangban Isten szavával. Nem rád figyelek. Nem tudod, hogy mikor érkezik az Úr. Lehet, hogy úgy tűnik, hogy késik. De készítsd elő a házadat, készítsd elő az otthonodat, és küld ki a gúnyolódókat. És te bízzál, és járjál hitben. Jézus megérkezett, bement a lányhoz, és ez a lány életre kelt.
Amikor Jézus továbbment onnan, követte őt két vak, akik ezt kiáltották. Könyörülj rajtunk, Dávid fia! Amikor bement a házba, odamentek hozzá a vakok. Jézus pedig megkérdezte tőlük, hiszitek-e, hogy ezt meg tudom tenni? Ezt felelték, igen, uram. Akkor megérintette a szemüket, és ezt mondta, legyen a ti hitetek szerint. Erre megnyílt a szemük, Jézus pedig megparancsolta nekik, vigyázzatok, senki meg ne tudja. De azok kimenve onnan elterjesztették a hírét az egész vidéken. Ez egy ugyanolyan történet, amit már korábban így mondtam, amikor Jézus tesz valamit csodát, és azt mondja, hogy na figyelj, erről hallgassatok. Hát én ezt el sem tudom képzelni, hogy két vak, amik így meggyógyul, visszakapja a látását, ezt senkinek nem mondja el, hogy utána úgy végigjátsszák, hogy vakok vagy, nem tudom. Tehát így, hogy tarthatták volna ezt titokban? De képzeljétek el, hogy ennek a történetnek van egy kulcsa. Ez a két vak úgy nevezi Jézust, hogy Dávid fia. Ők az elsők, így a leírott igében, az új szövetségben, akik úgy hívják Jézust, hogy a Messiás. És elég nagy port kavarhattak azzal, hogyha ezt elkezdik terjeszteni, mint meggyógyult emberek, hogy engem a Messiás gyógyított. Milyen Messiás? Hát Jézus. Jézus a Messiás. És egy csomó ajtó sajnos becsukódhatott emiatt, hogy ezt elkezdték terjeszteni. Ezért mondta Jézus nekik, hogy ezt most inkább még nem mondjátok senkinek. Könyörülj nekünk, Dávid fia. A Messiás egyik nevén szólítják őt. Könyörülj rajtunk, Dávid fia. Amikor bement, oda mentek hozzá, vakok, megkérdezzék tőlük, hiszitek, hogy meg tudom ezt tenni? Ezt felelték, igen, uram. Akkor megérintette a szemüket, legyen a te hitetek szerint. Ebben a történetben van egy nagy lelki igazság. Így szól a János 1.9. Jézus az igazi világosság, amely megvilágít minden embert. És itt ez a minden szó, ez nagyon fontos. Jézus a világosság, és megvilágít minden embert. Én azt gondolom, hogy úgy jövünk a világra, úgy születünk meg erre az időre és helyre, ahol vagyunk, hogy Isten képessé tesz minket arra, hogy higgyünk. Senki nem mondhatja default, így alapbeállításul, hogy én nem tudok hinni Istenben. A római levél magyarázza el ennek a folyamatát, hogy az ember, aki felismerte Istent, mégse dicsőítette, helyette a teremtő helyett a teremtményt imádta, és ezért az ember elsötétült a lelki gondolataiban. Egy ide után eljutott arra a helyre, hogy nem tud hinni, de azért, mert már elutasította Istent ebben a arra, hogy megnyissa magát. A saját vágyainak szolgáltatta Isten ki őket ezért. De minden ember megkapja a képességet a hitre, mert Isten megvilágosít minden embert. Alig, hogy ezek elmentek, íme, odavittek hozzá egy megszállott némát. Miután kiűzte belőle az ördögöt, megszólalt a néma, a sokaság pedig elcsodálkozott, és ezt mondta, sosem láttak még ilyet Izraelben. A farizeusok viszont ezt mondták, az ördögök fejedelmével űzi ki az ördögöket. Csak egy rövid gondolat, erről nem akarok hosszan beszélni. Azt gondolták a zsidók, hogy ha egy emberből ki akarják űzni a gonosz szellemet, ahhoz annak az embernek előbb el kell árulni annak a léleknek a nevét. Ezért az ő hitviláguk szerint, ha volt egy néma megszállott, abból nem lehetett kiűzni az ördögöt. Mert hogy nem tudott megszólalni, nem tudta elmondani a nevét. És amikor Jézus meggyógyít egy ilyen embert, csak úgy, mint korábban, így teljesen megdöbbennek. Hát ez hogy lehetséges? Biztos az ördög erejével teszi, mondják ezek a vallásos emberek. Jézus bejárta a városokat, a falvakat, mint tanított a zsinagógákban, hirdette a mennyek országának evangéliumát, gyógyított mindenféle betegséget és erőtlenséget. Amikor látta a sokasságot, megszánta őket, mert elgyötörtek és elveszettek voltak, mint a juhok pásztor nélkül. Ekkor így szólt tanítványaihoz. Az aratni való sok, de a munkás kevés. Kérjétek tehát az aratás urát, hogy küldjön munkásokat az aratásba. Egy gondolatot szeretnék még erről mondani. Az aratni való sok, a munkás kevés. Kérjétek az aratás urát, hogy küldjön munkásokat az aratásba. Mire szólít ez fel minket? Elsődlegesen mire szólított itt Jézus fel minket? Kérésre. Hogy kérd.
És nagyon tetszik nekem valami, és ez engem meg is lepett, hogy azt mondja, hogy most nem a magvetés ideje van, hanem az aratási. Mondta ezt 2000 évvel ezelőtt, de mi sem aktuálisabb most ennél. Nem arra hívlak, hogy most menj el és szántsál. Nem arra hívlak, hogy menj és vesd a magot, hanem arra, hogy aras. A mezők fehérek az aratása. Ma reggel, amikor kinyitottam a hírportált, amit néha el szoktam olvasni, a vezércikk az volt. Irán megtámadta Izraelt. Amit egyébként lehetett tudni, lehet, hogy jön, de azért ez nem kis pálya. Tehát amikor egy Irán méretű ország támad, megint egy újabb háború tört ki. Nagyon hiányzó, nem? Így a sokadik a sorban. Nem elég, hogy inognak körülöttünk a dolgok, nem elég, hogy a Magyarország is remeg, nem elég, hogy háború van a szomszédunkban, itt az újabb. És Jézus azt mondja ezen a ponton, és így ér véget, amit ma tanulmányozunk, hogy itt az aratás ideje. Itt az aratás ideje. Erre emlékeztetett Jézus engem ma. Lehet, hogy ez történik. És az történik, amit erőre mondott. Ezt ő erőre megmondta. Nem nyilván ilyen kontextusban, hogy Irán megtámadja, de azt mondta, hogy ilyen dolgok jönnek. Erre számítsál. De ne ess kétségbe. Itt van az aratás ideje. És mi a dolgunk? Halld meg újra. Kérd az aratás urát, hogy küldjön munkásokat az aratásba. Ez az első lépés. Tudom, hogy vannak köztetek olyanok, akik evangélisták. És az evangélista olyan, aki le se lehet lőni. Tehát így jön belőle. De a többségünk nem ilyen. A többségünknek hallania kell ezt, hogy jó, de akkor mi lesz a dolgom? Ne ijedj meg, ez az első dolgod. Kérd az aratás urát, hogy küldjön munkásokat az aratásba. Jaj, de jó, akkor nem nekem kell. Akkor küldöm az atyát, kérem az atyát, hogy küldjön valakit. Jaj. Ezt én meg tudom tenni. De képzeld el, mivel fog a következő történet kezdődni? Máté 10, nem lövöm le Robi tanítását, mert ő fog erről tanítani. Jézus fogja ezeket a tanítványokat, és kiküldi, hogy hirdessék az evangéliumot. Az a megdöbbentő, hogy amikor imádkozol, hogy Jézus az Úr töltsön be egy szükséget, akkor téged fog küldeni, hogy tölts be. De akkor már nem lesz nehéz. Indulj! Vagy rosszul mondom, na, hogy Uram, küldj munkásokat az aratásba, és akkor imádkozol, és Isten egyszerűen csak belerakja a szívedbe, hogy de hát engem küldj. Megtennéd nekem azt? Ezt most én kérem, de lehet, hogy a Szentlélek is rajtam keresztül, hogy megtennéd, hogy imádkozol ma? Azok kapcsán, amik zajlanak. Szerintem a gyűliben is van egy felfordulás most. Itt sincs minden rendben. Az országunkban, se a világban, se megtennéd, hogy azt mondod Istennek, hogy Uram, küldj munkásokat az aratásba. Elhiszem, hogy az aratás ideje van. A többit ő csinálja. A többit enged, hogy ő csinálja. Olyan fejezetet néztünk meg, ahol megmutatkozik Jézus ereje. Ő csodát tesz. És tele van a világ szükséget szenvedő emberekkel, lehet, hogy magadét is hozzájuk írnád, de lásd meg Jézus csodatévő erejét. Uram, küldj munkásokat az aratásba. Mennyi atyám, azért imádkozom, hogy lássuk a világot a te szemeddel. Hogy ma azok a csodák, amiket áttanulmányozhatunk, az megváltoztassa a szemléletünket a saját életünk kapcsán. A környezetünk kapcsán. És kinyíljon a lelki szemünk, hogy láthassuk, hogy már fehérek a mezők az aratásra. Uram, imádkozunk békéért. Itt a szomszédunkban, Ukrajna és Oroszország között zajló háború miatt. Háború zajlik Izrael és Gáza között. Háború zajlik most már Irán és Izrael között. Pattanásig feszült a viszony Pakisztánban, Tájvánban. Észak-Koreában. Uram, meg se tudjuk számolni. De Uram, pont az történik, amit te mondtál. És én imádkozom, hogy a te néped hitben tudjon járni, imában tudjon járni, és bizalomban. És imádkozom, hogy erre tudjuk tanítani a gyermekeinket, és legyünk olyan emberek közben, akik a nem hívők felé is tudnak szolgálni.
hogy olyanok legyünk, mint amit tőled látunk, akik körül a bűnösök jól tudták érezni magukat, de nem maradtak a saját életvitelükben. Uram, nekünk van szükségünk rád most, és imádkozunk, hogy küldjél munkásokat az aratásba. Végezd el ezt a munkát. És imádkozom, hogy a mi gyülekezetünk, a mi életünk egy rugalmas tömlő lehessen számodra, ahova új dolgokat tudsz tölteni, új munkával tudsz szolgálni ezen a helyen, és rajtunk keresztül. Dicsőj meg, Uram, és tölts meg minket a hitnek a cselekedeteivel. Jézus Krisztus nevében imádkoztam. Amen.